és nézőink, merüljünk el egy kicsit a belpolitikában. Székely Sándort köszöntöm, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Független országgyűlési képviselő, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom politikusa. És hogy független országgyűlési képviselő, az azért fontos, mert ugye egy határozati javaslatot dolgozott ki, amelyet letett a parlament asztalára. Ilyenkor ezt el kell küldeni hivatalosan a házelnöknek, vagy... Van egy elektronikai rendszer, és ott azon, egy elég komoly rendszeren lehet benyújtani a javaslatokat. És ugye ebben sok mindenről van szó, ami azért érdekes, mert egyszem képviselőként, vagy egyszem független képviselőként igen merészet gondolt, vagy nagyot gondolt, vagy hogyan is van ezt, tessék elmondani. De jól értem, ugye arról beszélgetünk, hogy az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom képviselőjeként, ugye én benyújtottam azt a javaslatot. Bocsánat, azért tisztázzuk, hogy amikor benyújtja a javaslatot, akkor független képviselőként tudja azt is. De, ja, jó, nem csak azért, hogy mert én nem, az ilyen formaságok gondolom... Nem menjünk bele, mert szétfeszíti a parlamenti munka ennek az adásnak a kereteit. Tehát ugye azt javasoltam, hogy frakciót azok alakíthassanak, akik vagy önálló listával indulnak, tehát hogy igen, tehát ezek, illetve ha valaki közös listán indulnak, akkor ők is egy közös frakciót alakítsanak, tehát ne lehessen, mint a Fidesz-KDNP-be, ahol most már egy évtizede ugye úgy van, hogy a Fidesz és a KDNP közösen indulnak, és de két frakciót alkotnak, és ugye ebből a KDNP az egy hát alapvetően nem létező párt, még kettős tagsága is van, tehát hogy fideszesek alkotják a párt jelentős részét, de két frakció van. És ugye ez azért is problémás, mert hát, hogy mondjam, ugye erre a pártra nem szavazna senki, például a KDNP-re, mégis benn van a Magyarországgyűlésben, frakciója van, nagyon komoly közjogi méltóságokat ad, frakcióvezető helyettes bizottságok, elképesztő mennyiségű gazdasági és politikai információnak a birtokában van, nyomást gyakorolni tud, és mi azt gondoljuk, hogy ezt olyanok tegyék, akikre az magyar emberek szavaztak, és meghatalmazták őket, hogy van egy programjuk, szavaztunk rájuk, és akkor ők azt képviseljék egy frakciónyian, hogyha annyian szavaztak rá. Ha közösen indulnak, akkor az azt jelenti, hogy ott valamiért politikai okok, vagy technikai okok, vagy bármi miatt ők közösen indulnak, akkor legyenek egy frakcióban. De akkor ugyanez igaz a ellenzéki összefogásra is, tehát ugye ott most ők ugye egy listán indulnak a jelenlegi tervek szerint, és ugye már most számolgat mindenki, hogy kinek mekkora frakciója lesz az új országgyűlésben, független attól, hogy most ők alakítanak a kormányt, vagy nem ők alakítanak a kormányt, ez most teljesen lényegtelen. Akkor... Igen. Tehát nézd, az Igen Szolidaritás, ugye az ISZOM, az egy baloldali párt. Mi azért küzdünk, hogy egyenlőség legyen, ne csak szabadság, hanem egyenlőség is. Ugye ez a bérekben is legyen 250 ezer forint a minimálbér, 150 ezer forint a minimum nyugdíj, 50 ezer forint a családi pótlék, és még rengeteg más dolog, amit ugye a Kádár János tervben elmondunk. És egyenlőség legyen a jogokban is. És én azt gondolom, hogy az egy fontos dolog, hogyha pártok úgy jutnak be a parlamentbe, mint például, ahogy mi is tervezünk, 71, minimum 71 helyen állítani fogunk jelöltet, az emberek eljönnek és leszavaznak arra, hogy ez a programot képviselje valaki a Magyarországgyűlésben. Ugye ez az egyik módja jelen pillanatban, hogy benne legyünk. Ha ránk szavaznak, akkor mi be fogunk jutni és képviselni fogjuk ezt a programot. Uh-huh. Ez az egyik módja. A másik Igen. módja ugye az, hogy, van mondjuk egy párt, vagy kettő, ez mondjuk jelen pillanatban mondjuk a Demokratikus Koalíció, meg a Jobbik az ellenzéki térfélen, akinek van akkora támogatottsága, hogy megugorja a küszöböt, és valakik, vannak más kisebb pártok, akik erre a listára megállapodnak, és akkor fölmennek. És szerintem ezzel az ég a világon semmi probléma nincsen, ez teljesen rendben van, ám de azt gondolom, hogy azt gondoljuk, hogy azért az ne érjen egy frakciót, ami nagyon komoly, tehát mondom, az ország sorsára nézve egy nagyon komoly befolyással bír, úgy, hogy alapvetően tudjuk, hogy ezeknek a pártoknak, a KDNP-nek, most már említsük mondjuk például a Párbeszédet, mindig szegényeket, őket szokták fölhozni, pedig borzasztóan
jobban vagyunk, én például a Karácsony Gergővel, de hát nincs kimutatható támogatásuk, pedig hát borzasztóan szeretik őket, hát még a középmutatókkal is elképesztően jobban vannak, és még így sincs támogatottságuk, akkor miért van nekik frakciójuk? Jó. Tehát nekünk ahhoz össze kell gyűjteni, szerintem nagyon helyesen, attól függ, hogy hányan mennek el a választásokra, 250-300 ezer szavazót, akik azt mondják, hogy igen, ti ezt képviseljétek. Jó. És akkor mi ezt képviseljük? Hát hogyha nekik ez úgy önmagában nincsen meg, akkor miért? Értem, hogy kötnek egy fantasztikusan jó megállapodást, ez szerintem tök rendben van. De ez szerintem nem ér egy frakciót a Magyarország gyűlésben. Legyen egyenlő. Tehát azon, hogy ebben az ügyben is érdemes, hogyha egyenlőség van. Egy gorosz kérdés. Most csak úgy eszembe jutott. Azok a legjobbak. Hát sok mindent el lehet mondani az iszomról, és az iszom politikusairól. Hát azt azért biztos nem, hogy lelkes nagy hívei lennének a demokratikus koalíciónak. Ez, és annak vezetőjének. De ezzel az ötlettel nem inkább az ő elképzelését támogatják, aki ugye még évekkel ezelőtt beszélt arról, hogy mennyire jó lenne, hogyha lenne egy egységes, úgymond demokrata párt a Fidesszel szemben. Így van. Azért, hogy mondjam, ugye a politika az nem a barátságról meg a szerelmről szól. Az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalomnak az egyik előszervezet, a Magyar Szolidaritás Mozgalom például 2018-ban választási szövetséget kötött a Demokratikus Koalícióval, ugye akkor egy civil szervezet volt, és mi közösen 5,36%-ot értünk el, tehát gyakorlatilag mi, hát hogy mondjam, azt hiszem, hogy az a 0,36%, amivel a Demokratikus Koalíció becsusszant a parlamenti frakciót, én azt gondolom, hogy ebben mi érdemben segítettünk, a Demokratikus Koalíció akkor egy karanténban volt, gyakorlatilag mi voltunk az egyetlen politikai szervezet, még a civilként is, akik támogattuk őket. És persze, ez egy nagyon jó kérdés, és így is van. Én magam is azt gondolom, hogy ez a 6 párt, vagy 7, most már ugye, vagy már lassan 8 is lesz, ugye, frakció alapítási szándékkal ott ezek között, hogy ők arra szövetkeznek, hogy irányítsák Magyarországot. Én azt gondolom, hogy sokkal könnyebben meg tudják tenni, hogyha azt nem 7 frakcióba vagy 6-ba csinálják. Mert emlékezzünk vissza, mi volt az MSZP-SZDSZ időszakban, egy folyamatos egymás zsarolása, a végén már a legkisebb ügyekben, az 2 pártnál volt. Itt most 6, illetve most már, ha jól értem, a Márki-Zay Péter ötletét a Pálinkás úrékkal, az már egy 7. frakció. Ugye, aki látott már kormányzást, az tudja, hogy minél több érdekcsoport van külön, annál nagyobb a lehetősége annak, hogy politikai okokból zsarolgatják egymást a szereplők, és én azt gondolom, hogy Magyarországnak a következő években is, hogyha valaha, akkor most biztos, hogy óriási szüksége van arra, hogy itt egy ne egy széthúzó kormányzást lássunk végre, vagy hát legalábbis a mostani ellenzék, hogyha kormányra kerül, szerintem magik is sokkal jobb, hogyha együtt tudnak kormányozni, együtt tudnak maradni, nem esnek szét, szerintem sokkal jobb nekik, hogyha belül egy frakcióban lefolytatják a vitákat, és aztán, amikor levitatták bent a vitáikat, akkor kifelé már egy egységes álláspontot foglalnak, mint hogyha lehetőségük van arra, hogy egymást is a parlamentben, vagy akár a parlamenten kívül a médiában gyilkolásszák mindenféle okokért. Akkor azt szeretném megtudni, mi lesz a határozati javaslat sorsa? Általában hogyan megy ez innentől kezdve tovább, és mit gondol? Már beszélt mondjuk más képviselőkkel? Én nem beszéltem erről, senki, hogy én független országgyűlési képviselő vagyok. Na, jó, jelen pillanatban ugye bent is a Fidesz-KDNP van, illetve a hatos fogadpártjai, illetve hát a függetlenek között olyan pártok, akivel mi biztos, hogy nem fogunk soha együttműködni. Tehát így nem beszéltem, ez a mi kezdeményezésünk. Ez egy nagy kérdés, hogy mögé áll ennek valaki. Ennek van egy útja, ugye bekerül a bizottságba. Melyik bizottság? Megmondom őszintén, hogy nem tudom pontosan. Valószínűleg a törvényalkotóiba, és akkor ott dől el, hogy a parlament elé kerül, vagy sem. Pont. Ez a helyzet. Úgyhogy ez egy nagy kérdés, hogy egyáltalán a bizottság előtt ez átmegy. Megmondom őszintén, hogy én kicsi esélyét látom ennek, mert hát Fidesznek sem érdeke ez, hát egy szövetségesével a választások előtt össze kell vesznie emiatt. Nyilván a Keresztény Demokrata Párt ennek. Hát összeveszni csak nem kell. Hát jó, ezt nem tudom, nem, Isten őriz, hogy, tehát, hogy én ezt nem tudom ezeket az ügyeket.
Mi ezt tartanánk jogosnak. Tehát még egyszer, ahogy ugye, meg hogy mondjam, szerintem ez egy, még visszatérve az előző kérdésre, ezt fontosnak tartanám mondani, szerintem most egy tisztulási folyamatot látunk. Ugye nekünk van egy jobboldali kormányunk, vagy hát legalábbis magát jobboldalinak mondja, keresztény demokratákkal kiegészülve, és van egy liberális, jobboldali, ellenzéki tömb, aki most alakul, és nem tudok, szerintem, hogyha ők most itt ülnek, ők is nagyjából ezt mondanák magukról, jobboldali és liberális pártok vannak benne vállaltan. Nem is vettek minket be ebbe a dologba, és mi ennek most már nagyjából örülünk is, mert szerintem ez így tök rendben van. Van egy jobboldalunk, van egy liberális oldalunk, és végre, amennyiben mi elég ügyesek vagyunk, mi, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom, meg tudjuk építeni a parlamenten belül is, kívül is a baloldalt, mert ugye itt óriási különbségek vannak, mi szocializmust akarunk, nem tetszik nekünk a fogyasztói társadalomnak ez a habzsolása, amivel tönkreteszi a bolygót, meg az egyéneket és a közösségeket, és ezt most hosszan sorolhatnánk, meg hát a jövedelmi különbségeket. Ez a liberális hattömb alapvetően gazdaságpolitikai, azért túl messze nincsen a Fidesztől. Ők mindig, amikor rendszerváltást mondanak, akkor nagyon helyesen, egyébként Orbán Viktorékat akarják ebből a pozíciókból kiütni, ami mi értjük, de szerintünk ez a bajnak csak az egyik része, a másik része maga a rendszer, amiben mi élünk, és egyébként az egész bolygó is, és hogy mi ezen is szeretnénk változni. Amikor mi rendszerváltásról beszélünk, akkor mi a kapitalizmusról beszélünk, és a fogyasztói társadalommal kapcsolatos problémáinkat tárjuk a magyar nép elé. Jó, akkor maradjunk annyiba, hogy nagyon kíváncsi leszek arra, hogy mi lesz a határozati javaslat sorsa, és mihelyt ez eldől, akkor újból hívjuk, azzal, hogy akkor már a stúdióban fogunk találkozni. Szuper, alig várom. Ezt én is. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm.